Üdv mindenkinek, sziasztok, itt egy Robi, pmlradio.hu, ma 2019 első hó harmadikán jött meg a posta, én még karácsony előtt szerettem volna ezt a kis tesztet bemutatót megcsinálni, mivel nagyon kíváncsi voltam a 4X-nél, hogy vajon az FT65-ös az milyen lehet, és próbáltam kérni egy demo rádiót, úgy itt voltak az ünnepek, karácsony, új év, amúgy bújék mindenkinek, ez itt az idei első videó, és sikerült kérnem az Anikótól egy ft 65 öt hogy megmutassam, mi a különbség a 4X és e között. Na, én már kibontottam a csomagot, legalábbis magát a csomagról leszettem a csomagolást, de megnézzük, hogy ez a demo rádió ez hogyan is néz ki. Főleg a kijelzőre és a szolgáltatásokra vagyok kíváncsi, mert ugye ennek már más a kijelzője, nem olyan, mint a 4 x Mi van a dobozban? Akkumulátor, papír, angolul és kínaiul. Ezt félretesszük. Van egy garancia jegyünk, van egy angol használati utasítás, nagyon sok fórumon, nagyon sok helyen euh, megszoktátok jegyezni, jobban mondva, sokan megszokták jegyezni, hogy magyar használati utasítás, nem akarok senki mellett állni, meg ülni, meg szót emelni, a Jézsúnál is úgy megy, hogy az angol az jár, a magyart meg le lehet tölteni némi nemű apró pénzért cserébe, viszont ezért olcsóbb maga a készülék, tehát ha valaki olcsóbban akar rádiót venni, és nem kell neki a magyar nyelvű használatutasítást, utasítás, akkor megveheti anélkül is. Ez mondjuk egy jó pont, én szerintem, de mindenki döntse el maga. Én nekem annyira nem kell a magyar, nekem elég az angol is. Na, doboz tartalom ez most egy ilyen kibontós videó lesz. Itt van a rádiótest, egy külön papírkeretben. A demo rádió nekünk kipróbálásra untik bőven jó lesz. Tehát valószínűleg, hogy ezt többen nézték már. Azért ilyen a az acsia. De még, még egyszer nagyon szépen köszönöm a, az anikó.hu-nak, hogy szántak rám annyi időt és, és elfogadták a kérésemet. Tehát itt a rádió testünk. Mi van még a dobozban? Van a dobozban egy... Van a dobozban egy töltő. Egy EU-s töltő. Én most ezt előbb visszateszem, csak megmutatom nektek. Van egy ugyanolyan erős fémkeretes övcsat minden x hez Van egy dokoló töltőnk. És van egy antennánk. Ezt azért most én kiveszem. Tehát van egy antennánk ez is ugyanúgy fordította sem más. Ide tesszük, legyen még gyűröttebb az az acsi, és van egy akkumulátorunk is. Akkumulátorunk, akkumulátorunk, ami 1950 milliamperes. es Ugye a rögzítés az ugyanaz, mint a, a, a 4X-nél. Fölpattintjuk antennát a helyére, és nézzük azt a kijelzőt. Ugye videókban mindenféle képeken lehetett látni, hogy. Ó, és mind a, a használati utasításon ott is 446. Nagyon jó. A menü gomb az ugyanaz, mint a másiknál elméletileg. És itt lehet látni egy. Ez már nem olyan kijelző. Ugye itt látszik, hogy egy, egy nagyobb karakteres kielzőről kijelzőről van szó, tehát nem egy, nem egy, grafikus kijelzőről van szó. Itt pedig mondhatni, hogy egy, egy grafikus kijelzőről van. Egy, kettő, három, négy, most beléptem én valahova, mi ez? Átjátszó üzemmód, ide nem akarunk belépni, kilépünk innen. Tehát egy négy sort megjelenítő, egy, kettő, három, 4, négy, négy sort megjelenítő kijelzőről van szó. Méretügyileg, méretügyileg ugyanakkora, mint a A másik, picit a kijelző világítása is a, a grafikus kijelző véget mondhatni úgy sokkal diffúzabb, tehát a ja, fő látni deket itt meg oldalt látni, de teljesen jó. Ez nekem tetszik. méretben ugye a 4X az, az kisebb, az FT65 az egy nagyobb, ezáltal mondjuk jobban kézre áll. Mondjuk itt van nekem most épp programozáson egy FT60, és, és ahhoz annak a méreteivel összehasonlítva, ú, ez brutál könnyű. Hát a, a régi FT, FT60-hoz képest ez egy, ez egy tólpihe, mondjuk úgy, jó, hát ugye litium-ion akkumulátor, ennek meg még a régi nickel-metál hibrid akkumulátor, ö, ugye más, más kialakítás és más ház, de, de ha már a hatos sorozatnak valamilyen felújított változata. Na, gombok, tekerők, nagyjából ugyanaz, mint a 4X-nél, de ez egy nagyobb, ö, nagyobb kézbe, jobban kézráló készülék. Következő videókban meg akkor bemutatom, hogy, hogy hogyan is működik ez a rádió. Menüt, hangot, mindenféle egyebet. Ugye ez itt elméletileg gyárilag le van zárva, és csak amatőr sávokon advesz. vesz. Azt külön kell kérni a nyitást. Tetszetős, annyira nem hatalmas, súly elfogadható, antenna is valamelyest rugalmas, és hát igazából ugyanaz, mint a, ugyanaz, ugyanaz, mint a másiknak a, az antennája. Na, köszi szépen Anikó, én meg megpróbálok mi hamarabb több videót és bemutatót készíteni róla, ez volt akkor egy ilyen kis uniboxing, aztán mindenkinek boldog új évet, meg mindenféle földi jót, ha már ez az első videói 2019-ben aztán erről is lesz mindenféle programozás, ismerkedünk vele. Na, sziasztok, egy Robi, pmlradio.hu, és pedig ez volt az FT65 dobozbontás, halihó!